Köszöntöm nézőnket, hamarosan kezdődik egy koszorúzás a ifjúsági ház falán elhelyezett emléktáblánál. Rab Jánossal beszélgetünk, hiszen a Karcagi Nagykunbajtársi Egyesület tagjai jöttek ide most. Mi is lesz itt pontosan? Hát most már hagyományosan 2007 óta minden évben a honvédelem napján, pontosabban ahhoz legközelebb eső szombati napon megkoszorúzzuk az emléktáblát az egykori helyőrség művődési otthon falán, ami annak apropójából készült, hogy itt szolgált, itt diszlokált katonai egységek emlékére lett ide elhelyezve. Itt beszélgettünk az előbb a volt kollégáival, vannak Túrkevérről, Mezőtúrról, Kisviszállás volt, tehát azért innen is elkerültek sok helyre, de ők is fontosnak tartották, hogy eljöjjenek erre a mai emlékezésre. Igen, fontosnak tartják, illetve Debrecenből, Nyíregyházáról, Szentesről is várunk vendégeket, illetve már itt is vannak, és az, hogy Mezőtúrról, illetve Túrkevéről és Kisújszállásra is jöttek, ez annak az eredménye, hogy fölvettük a kapcsolatot egy másik bajtás egyesület taggal, tagegyesülettel, a Mezőtúrival, és most már mondhatni évek óta velük is tartjuk a kapcsolatot, ápoljuk a hagyományokat. És az egyesület a tagjai között azért vannak hozzátartozók is, tehát nem csak itt szolgáló volt katonatisztek vannak, hanem hozzátartozók is, gondolom, hogy sokan vannak még, és mi a mai napnak a célja, hiszen itt van egy emlékezés, de utána lesz egy baráti találkozó is. Igen, a itteni koszorúzás után egy közös ebéd elfogyasztására kerül sor. Ez tulajdonképpen a maga a bajtási találkozó, ahol ugye a régi bajtársak, katonatársak el tudnak beszélgetni családtagjaikkal. Erre természetesen meghívtuk az egyesületi tagjainkat, akik között sokan olyanok vannak, akik már nem voltak katonák, de egyesületünk tagja, illetve a városból is, vagy a vidékről, környékből is bárkit nagyon szívesen, tisztelettel várunk ezekre a rendezvényekre. Az ebédet követően pedig már van igény, tehát mondhatom, hogy biztosan ki fogunk menni a volt laktanyába, és az emlékszobát megtekintjük, ami 2010-ben lett fölavatva. Egy kis nosztalgiázás lesz ott a itt szolgálók részéről, hiszen van olyan biztos, aki vidékről érkezett, aki még nem látta ezt az emlékszobát. Igen, hát életünket meghatározta, kinek több, kinek kevesebb évig, de általában egy 25-30 évet szolgáltunk a hadseregbe, közös tevékenység köt össze bennünket, a családok ugye egy helyen laktak, összeszoktak, szinte testvérként éltek itt a lakótömbökbe, majd a sorozatos vezénylések során az ország különböző helyére lettünk elvezényelve, de ez nem azt jelenti, hogy elfejtettük egymást, ez a találkozó hivatott egy kicsit ugye újra összehozni ezt a társaságot. És ön meddig szolgált a Karcagi laktanyában? Nekem volt szerencsém, egy nagy megtiszteltetésnek és szerencsének tartom. Összesen 18 évet, két részletbe természetesen. Először 10 évet itt kezdtem a pályafutásomat, majd itt fejeztem be, további 8 év itt szolgálattal. Közben hát különböző helyeit bejártam az országnak én is. Én azt hiszem, hogy ez a nap mindenki számára fontos lesz, az időjárás is kegyes. Terveznek-e még ebben az évben valami hasonlót, hiszen én úgy emlékszem, hogy ősszel is szoktak tartani egy rendezvényt. Hát a ilyen jellegű katonai találkozó, illetve szervezés ebben az évben már nem lesz több, de nem azt jelenti, hogy az egyesületünk természetesen az idén is kirándulást szervez, a Bereg megyei kirándulást, akkor évad záró rendezvényünk lesz hagyományosan most már a Rákóczi úton, az egyesületek házában, és hát több ilyen kisebb rendezvény, illetve koszorúzáson veszünk még részt ebben az évben. Én akkor a mai napra önöknek az emlékezés után jó kis együttlétet és sok-sok közös emlékfelidézését kívánok. Mindannyiunk nevében nagyon szépen köszönöm. A BEOSZ elnökségi tagja.